Volt már ilyen kis vitt többször ebbe a mederbe. Nagyon sok kincset nem szoktam találni, de most itt a alacsony vízállás miatt, ahogy ugye mozgattam a bolyát, a betonsúly előhozott egy horgászbotot. Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza. Közbevágott Pató Pál úr. Ej, ráírünk arra még! Közbevágott Pató Pál úr. Ej, ráérünk arra még! Este bezárjuk, és akkor ráeresztik a rábcát, és akkor amennyit kimos, annyit kimos. Mosoly, önteltség, királyság! Koncentrálni kell azért, hogy föl a fejet, meg a tartást azt azért úgy csináljuk, meg hogy egyszerre vonuljunk, az nem olyan egyszerű azért. Konkrétan a hajófogásért felelünk a gyerekekkel. Mindenki szívesen jött, főleg a póló érdekli őket, nagyon, nagyon szép zöldre sikerült. Lógjon ki a többinél, mert akkor kizárás lehet, meg nem lehet hirtelen meglökni, mert akkor talán beborulnak. Sajtos szendvics, szalámi szendvics, két alma, mit röhögtök, vár Istenem? Meg egy üveg víz. Igen. Kajakot szereti magát, hanem a közeget szereti, amit szerintem egy csodálatos itt a vízitelepen. Nagyon sokat készültünk rá, így lementünk vízre, csak páron, és úgy edzettünk. A versenyen egyszerű szabályok voltak, könnyű volt megjegyezni, elég jól is ment. Egy futamba két egyes hajó indult, és azok váltották a kettő embert, akik majd elsőnek csak az elsőt lehetett, és odafutott a hajóház, utána meg a másik, és úgy ülhettünk be, csak hogyha ketten vagyunk ott. Mire kellett figyelni? Hát arra, hogy jól váltsuk rá, és óvatosan szálljunk vízre, mert könnyen be lehet bújni. Ide csak azok jöhetnek be, akiknek ugye kempinges matricájuk van, illetve a kempinges karszalaggal tudnak bejönni. Próbálkoztak páron bejönni
karszalag nélkül nézni a versenyt, de azokat így nem szabad beengednünk. Igazából arra kell figyelni, hogy a csak hármas számú kártyákkal lehet bejönni, mert ez a csapatterület, és nem szeretnénk, hogy bármi felfordulás legyen. Van pár fura alag, de azon nem kívül semmi más. Üszellő fuariteken vígy pásztorlány dalol nekem, a földön végre rend legyen. Ő Böbike, egy 4 éves csivava kiskutya. Kicsikét megijedt néha a doboktól és a sípoktól, de neki is nagyon tetszett szerintem. Vektornak hívják, 5 éves, Golden Retriever, és hát hogy ne unatkozzak a hajóba. Jaj, de jó, jaj, de finom, lesz ugye hurkai az asztalon. Mindenképpen úgy kellett összeállítanunk a menüt, hogy tartalmas, húsos dolgok, legyenek vega dolgok, mindenképpen könnyen kezelhető egytál ételek legyenek. Van mindenkinek leves, főétel, desszert, savanyúság. Lehetsz fent, és lehetsz lent. A kamerák elhelyezése kivételesen jó, így még izgalmasabbak a versenyek, nagyon tetszik. Keresni kell a szavakat, mert ilyen még nem volt. Tehát igazából nincs mihez hasonlítani, mert ez messze felülmúlja az összes eddig közvetítést. Örülök, hogy ilyen magas színvonalú a TV közvetítés, a rengeteg kamera miatt még izgalmasabbak a versenyek. Tudod jól, számíthatsz rám, nálam mindig van egy újabb mutatvány. Lassíts, Tomi, egy kicsit, lassíts! Most vagyunk adásban. Ez itt egy általunk úgynevezett X-oktokopter. Ugye az X elnevezés az abból jön, hogy nem 8, hanem 4 karja van. Ez a gép, ez egy 10-11 kilós felszálló súllyal tud a levegőbe emelkedni 8-10-12 perc, attól függ, hogy mekkora kamerát, milyen súlyt rakunk rá. Távirányító az 2 kilométer tud, de egy ilyen munkához a pilótának teljes rálátásra van szüksége a helikopterre. Adás, adásban vagy. Jó, oké. Maradj még, hagyjuk őket, egy kicsit kifutni alól. Úgy működtetjük a kamerát, hogy minden távvezérléssel. A kamerát elhelyezzük olyan helyekre, lentre a földre, a víz fölé, amiket általában sokkal nehezebb összehozni. Ezzel jobban belátjuk a fordulókat, illetve a vízről kiszállást, illetve a vízre szállásnak a helyszínét egyszerre meg tudjuk mutatni. It's fantastic, no? In Hungary, the kayak is a special sport. Tudom, hogy Magyarországon a kajakkenu egy különleges sportág. Nagyon szeretem ezt az országot, és jó látni, hogy legalább úgy lelkesednek az emberek ezért a sportért, mint a fociért. Csodálatos, ahogy drukkolnak és szorítanak a versenyzőkért. A postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gáz. Én azt hiszem, hogy ha az elkövetkezendő években a rendezők ilyet nyújtanak a következő világbajnokságokon, akkor mi elégedettek lehetünk. A brandenburgi szervezők azt mondták, hogy most ők nagy bajban vannak, mert magasra tettük a lécet.
fogalmam nem volt, hogy hol vagyok, és hát üvöltöttem, mint az állat, úgyhogy hát nagyon jó érzés volt, úgy gondolom. Inkább kérdezzük meg a Lacit, talán többet tud róla mondani. Semmi, elöntötte az agyamat a mámor, és egyszerűen annyira olyan érzés volt, tényleg egy álomvált valóra. Azt beszéltük, hogy reggel, hogy itt nyerni kéne, és meg tudjuk csinálni. És meg tudtuk csinálni. Maratoni kajakkenuba, az úgy érzem, ez a legtöbb, amit el lehet érni, hogy itthon Győrbe nyerjen valaki. Álmaimban így képzeltem el, de nem hittem volna, hogy ez lesz a valóság, hogy ilyen simán tudunk nyerni. Így az edzőtáborban is csak ez járt a fejembe, hogy hazai közönség előtt nagyon szeretnék jól szerepelni. Hát minden futó szakasznál éreztem, hogy kicsit libapőrös lettem. Néha kicsit el is mosolyodtam, szerencsére belefért. Szerintem ezért is érdemes csinálni, vagy ilyenkor érzi úgy az ember, hogy tényleg minden erőfeszítés megéri, hogy amikor látja azt, hogy a fiataloknak példakép, vagy legalábbis, hogy szeretik a fiatalok, és tényleg amikor mentem verseny közben is a pályán, nem volt olyan szakasz, ahol ne buzdítottak volna minket a magyar szurkolók, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Ők a legjobbak. Végig kellett nézni a versenyt, végigcsinálták, fantasztikusak voltak. És a végén mindenki összeáll egyképpé. Elől a srácok és az edzők középen. Fekvő, guguló, térdelő és álló sor. Mindig nagy öröm, mikor enni jól megy, mert a koromból adódóan látom, hogy nekem motivál, hogy ha ő jól tud lenni, akkor én is jól tudok lenni. És amíg ilyen világszínvonalra képes, addig én is tudok lenni, úgy, mint ő. Már megvártam azt a kijelentésemet, amit akkor tettem, hogy esetleg elgondolkozom azon, hogy befejezem a pályafutásomat. Én úgy gondolom, hogy amíg örömmel megyek le a vízitelepre, és ez eredményre is párosul, addig nem szabad abba hagyni. Thank you.